Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Sétáló utcában, és hamarosan kezdődik a civilek éjszakája a Kunsági Cukorbetegek Egyesülete szervezésében. Kovács Istvánéval beszélgetünk erről a rendezvényről. Mikor szervezték az első ilyen civilek éjszakáját, vagy délutánját? 2010-ben indult ez a program, egy országos program, 11 szervezetnek az összefogásával. 2011 tavaszán csatlakoztunk ehhez a programhoz. Igazából egymás megsegítése, a klubok, egyesületek, civil személyeknek a megsegítésére jött ez a program létre. Nem gondoltuk, hogy ekkora szükség van rá, hiszen 2012-re több mint 200 egyesület kapcsolódott ehhez a programhoz. Mi vagyunk az elő megnyitói Karcagon 21-én, és mi indítjuk útjára az egyhetes programot. 28-án lesz az országos program, ami 50 helyszínen fog kapcsolódni. Itt Karcagon akkor önökön kívül milyen civil szervezetek kapcsolódtak még be? Tudomásom szerint nem kapcsolódtak be, de mi nagyon jó kapcsolatot ápolunk a testvéregyesületeinkkel, illetve a civil fórummal, a polgárőrséggel, tehát nem akarom itt most sorba felsorolni, de egy 10-14 élő aktív szervezettel kapcsolatban vagyunk. Pontosan ennek az apropója lenne az, hogy lássák, hogy igenis az összefogás ereje az egy nagyon fontos dolog. Itt az előbb már körbenéztünk, tehát láttuk, hogy gyerekekre is gondoltak, vannak kézműves kirakodók is, akik rendszeresen itt vannak a piacon, a látogatóközpontban. Mi minden várja még az ide látogatókat ma? Hát próbáltunk színes programot összeállítani, illetve hát vannak, akik évek óta szponzorálnak bennünket a fellépésükkel, illetve ugye mivel ez civil kezdeményezést, mi pénzbeli támogatást nem kérünk senkitől, tombola felajánlásokat szoktunk kérni. Az egyéni vállalkozók, a civil emberek nagyon érzik ezeknek a segítségnyújtási akcióknak a fontosságát, hiszen mi mindig összekapcsoljuk egy-egy leukémiás beteg kisgyereknek a támogatásával, vagy nehéz helyzetbe került családoknak a támogatásával. Most a jelenleginek is az apropója egy súlyosan mozgáskorlátozott fiatalembernek a megsegítése, illetve hát önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került három kisgyermekes családnak a megsegítése. És ez úgy látszik, hogy nem kell sokat magyarázni, valószínű, hogy a bizalmuk is megvan az egyesületbe, igyekszünk nem visszaélni ezekkel a dolgokkal, és nagy szeretettel fogadnak bennünket. Akkor én azt kívánom, hogy minél több adomány gyűjjön össze az előbb említett célokra, és töltsék kellemesen és hasznosan a mai napot, éjszakát, estét, hiszen egy koncerttel fog zárulni a mai nap. Igen, a Best Company fogja befejezni, illetve zárni, bár van egy kis meglepetés is, ami nincs a programba, és most úgy tudjuk, hogy néhány hete a Roma együttes stafita botot váltott, és egy 19 éves fiatal hölgy kapta meg az esélyt arra, hogy tovább tudja vezetni ezt az egyesületet, és őket kértük föl az országos programnak a megnyitójára. Hát akkor azt hiszem, hogy mindenki talál olyan programot, ami neki tetszik. Jó időt kívánok önöknek, és azt, hogy tényleg sikerüljön megvalósítani a kitűzött célokat. Köszönjük szépen! Szépen köszönöm!